Elhagyatott épületek, üresen tátógó pályák, építkezés. Ez fogadja az embert, ha szexárdi sportközpont területén jár. A koronavírus járvány miatt szinte teljesen leállt a szexárdi sportélet, ám a jégcsarnok, valamint a petong pályák építése jelenleg is zajlik, de egyéb változás is történt a sportközpontnál. Márciusban ugyanis az éjjel szexárd többségű közgyűlés kinevezte az új igazgatót. Malomsoki Krisztián, az ürömi futballklub edzője került ki győztesként a pályázat során. Szabó Balázs, a szexárdi városvédők elnöke azt állítja, nem volt tiszta a sportközpont vezetőjének kiválasztása, és kétségbe vonja a Malomsoki Krisztián szakmai alkalmasságát is. Malomsoki igazgató úrnak a pályázatára lennénk kíváncsiak, mert az jutott a tudomásunkra, hogy több mint 100 helyesíráshibát tartalmaz ez a pályázat, illetve eléggé hiányos, tehát a nyelvvizsgákról nincsen semmiféle dokumentum, de még az iskolai végzettségek is eléggé kérdésesek. Szabó Balázs azt állítja, hogy Malomsoki Krisztián kizárólag azért ül a vezetői székben, mert Bomba Gáborral kapcsolatban áll. Meglátásunk szerint kapcsolódás van Bomba Gábor és Malomsoki Krisztián igazgató úr között, tehát azt gondoljuk, hogy ez a pályázat nem volt fair, és nem volt tiszta ennek a lejátszása. Szabó Balázs azt állítja, hogy Malomsoki Krisztián és Bomba Gábor üzleti és baráti kapcsolatát Facebook bejegyzés és egyéb bizonyítékok támasztják alá, amiket egyelőre nem kívánnak nyilvánosságra hozni. A szexádi városvédők elnöke azt állítja, hogy az igazgató már most jelentős károkat okoz a városnak. Erre példaként azt hozta fel, hogy tudomása szerint néhány ember dolgozik csupán a sportközpontban a vírus megjelenése óta. A fűtést mégsem zárták el, a strandot sem záratta be, és az állam által nyújtott munkabértámogatást sem vette igénybe az új igazgató, ezek pedig összességében tetemes plusz kiadást jelentenek Szexárdnak. A témával holnapi híradónkban is foglalkozunk, mert a kiegyensúlyozott tájékoztatás egyében szeretnénk, ha az érintettek is elmondanák véleményüket.